Jáncsi, itt vagy? Igen, itt vagyok. Szia, szia, gyere velem egy picit. Akarsz a nepoál sört vagy? Mi lenne az újévi kívánságod mindenkinek? Mindenkinek sok boldogságot kívánok, jó egészséget, sikereid meg azt a sportéletet, sportévet. Köszönjük minden, szépen. Minden földi jó. Természetesen mindenki neked is kíván, és meg hosszú elveket is, meg csapat mellett. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ugye következő mérkőzést játszunk a Falco ellen, ami nem könnyű ellenfel. Nehéz ellenfél lesz, igen. Első kérdés, hogy látott a mostani szereplést a csapatnak? Hogy megy? A csapat most nagyon jól szerepel. Nekem ez nagyon tetszik. Sok tripla van? Sok tripla van, igen. Sok futás van, sok ponttal nyerünk. Tetszik maga, mint a játék kosárlabdában. Ennek örülünk. Mi lesz fontos te szempontodból a Falco ellen? A Falco biztosan fog készülni erre a meccsre. Kikaptak tőlünk itt 25 ponttal az első fordulóba. Uh-huh. Nem várt siker volt, úgymond. És szerintem most ők dupla erővel fognak küzdeni ellenünk, hogy visszavágjanak nekünk. Hát mi meg tripla erővel, és akkor így van, érdekes mérkőzés lehet. Az én szempontom, sok ismerősöm van ott, válogatott miatt. Biztos a barátként fognak ott fogadni majd engem. Én szintén úgy megyek oda, mint barát hozzájuk. De ezt meccsre félreteszünk a barátságot. Kívánjunk neked nagyon jó meccset, munka ügyben, meg a így elvezet ügyben is. Köszönjük az interjút, hajrá se! Hajrá se!